Na hát én Alfred vagyok, Szilágyi Alfred, és én a kutatásmunkacsoport gazdája vagyok a MAPER-ben, illetve emellett a doktori tanulmányaimat csinálom Gödöllőn, az Agráregyetemen, és hát ennek egy kis szeletét hoztam, tehát én alapvetően azzal foglalkozom a kutatás keretében, hogy ökológiai, konvencionális és permakultúrás gazdaságok, tehát gazdálkodási rendszereket hasonlítom össze a fenntartatóság és ökoszisztéma szolgáltatásoknak a tekintetében, és hát erről az ökoszisztéma szolgáltatásokról mesélnék most röviden. Ugye ez az előadás nem jöhetett volna létre, így a sok emberrel dolgozok együtt, kutatókkal, illetve szakdolgozókkal, úgyhogy ezúton is köszönöm nekik a segítséget. Úgyhogy három dologról mesélnék most. Az egyik, hogy egyáltalán erről az ökoszisztéma szolgáltatásról, hogy hogyan ide egy ilyen permakultúrás konferenciára. Aztán utána mesélnék egy kicsit ilyen mérési módszerekről, hogy én mit használok a kutatás során, illetve egy kis kitekintés, hogy otthon mit tud csinálni az ember a saját kertjébe, és végül felvillantanék néhány eredményt a tavalyi terepi vizsgálatok eredményeiből. Úgyhogy az ökoszisztéma szolgáltatások, ez egy 90-es évek óta folyamatosan egyre inkább köztudatba kerülő fogalom, koncepció, leginkább a biodiverzitás politikák kapcsán került be egyre inkább a köztudatba, és hát alapvetően azt értjük rajta, hogy mindazokat a javakat és szolgáltatásokat, amelyeket a természet, tehát kvázi az ökoszisztéma nyújt az ember számára, és ugye értékkel bírnak számunkra. Na de hogy is jön ez a permakultúrához? Ugye azt mondjuk, hogy a permakultúrában a természetes folyamatokat próbáljuk ugye utánozni, azok alapján létrehozni a rendszereinket, vagy ahogy szoktuk másképp mondani, azt, hogy a lusta kertész módszere a permakultúra, vagy ahogy Molizon fogalmazta, hogy ugye az lenne a cél, hogy ne a természet ellen küzdjünk, hanem inkább bele dolgozzunk együtt. Úgyhogy, vagy ahogy az ökológiai gazdálkodásban is szoktuk mondani, hogy a természetes körfolyamatokra építünk. Nos, hát ezek azok, amit az ökoszisztéma szolgáltatások jelentenek, ezek a folyamatok, amire tudjuk alapozni a gazdálkodást. És hogy milyen típusú, vagy hát mik is ezek az ökoszisztéma szolgáltatások, ugye négy fő nagy csoportba szoktuk őket sorolni. Vannak az ellátó szolgáltatások, ugye, mint például az élelmiszer, vagy a faanyag, amit nyújt a terület. Vannak a szabályozó szolgáltatások, nekem az egyik kedvenc, amit a beporzás, vagy pollináció, erről elég sok szó folyik mostanában. És aztán vannak ilyen támogató szolgáltatások, mint például a talajképződés, amiről ma már hallottunk azért. És vannak kulturális ökoszisztéma szolgáltatások is, itt az egyik például a tájképi jellege egy adott ökoszisztémának, aminek ugye aztán majd az emberi jólét szintjén van lecsapódása és pozitívuma. De a következő kérdés, hogy miért érdemes ezeket mérni, tehát hogy és megpróbálni kimutatni, illetve becsülni és valamilyen adatot gyűjteni róla. És az egyik dolog, ugye permakultúrában tudatos területhasználatra törekszünk, úgyhogy nyilván ezt érdemes arra építeni, hogy lehetőleg tényszerű adataink is legyenek arról, hogy tényleg a folyamatban hol tartunk, és ehhez kapcsolódik ez, amiről például Izék is meséltek, meg sok előadásban elhangzott, hogy vannak különböző jó gyakorlatok, és ezeknek a validálására alkalmas az, hogyha mérjük ezeket a paramétereket, szolgáltatásokat, akkor látjuk azt, hogy hogyan lépünk pozitívan előre. Aztán a másik fontos pont az a permakultúrás tervezés. Ugye van az egyik Holmgreni tervezési alapelve, ez a figyeld meg és válj cselekvő részesévé a természetnek. Nos, hát ennek szerintem egy fontos pillér az, hogy lehet az, hogy tényleg megpróbáljuk ezeket a szolgáltatásokat mérni. És ugye a másik nagyon fontos dolog a tervezésnél, hogy az első nagy fázis ez a területfelmérés, és ennek része szerintem lehet nagyon hatékony része az, hogy ezeket a különböző dolgokat próbáljuk mérni ténylegesen a területen, hiszen utána, ahogy korábban is mondtam, ezekre a folyamatokra fogjuk építeni, hogy mi az, amit a természet megcsinál helyettünk, és hát tudunk vele együtt dolgozni. Aztán arra is alkalmas, én a PhD-mban erre törekszem, hogy egyfajta érdekképviseletet tudjunk kidolgozni, magyarul, hogy kifele tudjuk kommunikálni azt, hogy az általunk végzett gazdálkodás milyen pozitívumokat nyújt, akár egy nem csak számunkra és konkrétan a területen, hanem kívülre, tehát a társadalmi jóléthez hogyan,
hogyan járulunk hozzá. Ugye ezt szoktuk másképpen externáliáknak is nevezni, a pozitív externáliáknak. És ezen kívül ugye, amit én csinálok, az az, hogy ezáltal összehasonlítható is lesz más gazdálkodásokhoz képest, vagy más területekhez. Itt még behoznám annyit, hogy Peter Harpernek van egy nagyon jó ilyen kritikai cikke a permakultúrában, és ott hangzik ez el, meg több helyen is lehet olvasni ezt a mondatot, hogy permis just don't do numbers, tehát hogy ez egy elég komoly kritika a permakultúrás mozgalomban szemben, hogy hát nem igazán mérnek, és nincsenek tényszerű adatok erről. Úgyhogy erre is egy nagyon jó lehetőség ez, hogyha megpróbáljuk ezeket a dolgokat mérni. És ezt még tovább is csatornáznám, tehát hogy én nekem az egyik gyakorlati kifutása a PhD-mnak az az lenne, hogy egy minősítésnek az alapját próbáljam lefektetni ezzel, hogy mérési módszertanokkal és hogy ezeknek a kimutatásával. És hát utána jönnek az egyéb dolgok, tehát hogy én azt gondolom, hogy ugye a megfigyelés ez egy nagyon fontos dolog a permakultúrában, és azt gondolom, hogy ezt nagyon jól tudja erősíteni, hogyha nem csak intuitívan figyelünk meg, hanem mellette próbáljuk ezeket megvizsgálni alaposabban is, és hát igazából ezen keresztül egy nagyon jó betekintést nyerhetünk a talaj csodájában, ugye, amiről Iván is mesélt reggel. Illetve hát a szemlélet szerintem azt is még jobban megalapozza ezek, hogyha látjuk tényszerűbben, hogy mit nyújt a terület számunkra, ez az értéke, és nyilván az alázatot tudja szerintem erősíteni, hogy tényleg a természet részeként működünk. Na, de hát mik is ezek a konkrét, mondjuk talajhoz kapcsolódó ökoszisztéma szolgáltatások? Ugye itt ezekből sok elhangzott már ma, úgyhogy nem is mennék a részletekbe, egy ilyen talajképződés, ugye a vízkörforgás tisztítása, a talajdetoxifikáció, volt szó a kártevők elleni védelemről, ugye élőhelyet biztosítunk, és hát nagyon sok kulturális ökoszisztéma szolgáltatás is kapcsolódik a talajhoz, ugye a hagyomány, a földhöz való ragaszkodás, különböző rítusok, és lehetne még sorolni. De hogy mindezeket hogyan próbáljuk mérni, és akkor most mesélnék erről, hogy én mit használok, és hogy mit lehet még otthon is csinálni. Ugye az első nagy dolog, hogy a területünknek a talajfélesége, mégis milyen talajjal dolgozunk. Na most ennek egy jó módja az, hogy megnézzük a szintezettségét a talajunknak, a talajszelvényt, ezt lehet így, ahol a képen látszik, mi ugye egy talajszelvény mintázó bottal végezzük. De ahogy Béla is mutatott képet, hogyha valaki nekiáll és egy jó nagy gödrötás, akkor látni fogja ő is a szintezettséget. Úgyhogy ez egy fontos információ. Illetve a talajféleséget, hát ugye a magyar talajtanban leginkább használt mutató ez az aranyféle kötöttség, ami visszajelzi, hogy milyen a talaj szerkezete, és hogy mennyi az agyag, a homok és a vályognak az aránya. De ezt, amit a kép bemutat, ezt egy ilyen befőttes üvegteszttel is lehet megcsinálni otthon házilag, vagy legalábbis megpróbálni becsülni. Aztán én a PhD-m alatt ezekkel a talajbiológia szintjén, ezekkel a csoportokkal foglalkozok. Egyrészt a fonálférgeket nézünk, a gilisztákat nézünk, és a talajfelszíni faunát próbáljuk vizsgálni, és milyen módszerekkel. Nos, a fonálférget az talajfuttatással, ezt úgynevezett ez a Berman-féle tölcséres futtatásos módszer, amit használunk, de igazából ennek a lényege az, hogy egy ilyen szitába teszünk talajt, úgyhogy a szitába előtte még beleteszünk két réteg zsebkendő papírt, így elválasztott vékony papírréteget, és ezt alulról vízzel érintkeztetjük, és akkor szépen levándorolnak a fonálférgek, úgyhogy igazából ezt otthon is meg tudja csinálni az ember, üvegpovár segítségével, csak kell egy jó minőségű mikroszkóp, hogy utána lássa őket, meg tudja nézegetni, mert ugye szabad szemmel nehezen láthatóak. Viszont ugye a giliszták, ugye a másik nagy csoport, ugye szoktuk őket talajmérnököknek is hívni, őket meg tudjuk nézni, mindenki meg tudja számolni. Mi azt a módszertant használjuk, hogy egy ásónyomnyi kockát kiemelünk a talajból, és akkor ezt kézi szortírozással nézzük át, és számoljuk. Ezt bárki otthon el tudja végezni, és ez egy jó visszajelzés mindenképpen. Mi annyi, hogy ezt tovább visszük, és utána még fajszinten is meghatározzuk a gilisztákat. Illetve a talajcsapda itt látható jobb oldalon, tehát igazából egy műanyag pohár használatával ezt meg lehet csinálni.
Annyi, hogy mi a későbbi meghatározás miatt etilenglikolt teszünk bele, de igazából ezt üresen is ki lehet tenni, csak akkor naponta kell nézni, és akkor el lehet engedni a jószágokat is, megnézni egy kicsit objektívabban, hogy tényleg mit találunk a területen. Aztán a másik, a dekompozíció, ugye itt elhangzott, veséltek az enzim aktivitásról, tehát a mikrobiológiai aktivitást azt lehet objektívabban olyan módszerekkel mérni, ami azért laboratóriumi igényei vannak, viszont a dekompozíció az ugye a hold szervesanyag lebontását jelenti, ez egyúttal, ha ezt megpróbáljuk becsülni a területen, ez egyúttal egy proxy is arra, egy jó mutató, hogy mennyire aktív a talajélet a területünkön. Mi ezt úgy végezzük a PhD kutatásom keretében, hogy egy ilyen úgynevezett Litterbeg módszer, ez a legrégebben használt ilyen tudományos teszt, gyakorlatilag ilyen szövetzsákokba a talaj felszínre helyezzük ki leszárított biomasszát, növényi biomasszát, amit több időpontban, hónapok elteltével visszagyűjtünk, leszárítunk, és megnézzük, hogy mennyi volt a tömegfogyás, és akkor ebből egy ilyen dekompozíciós ráta számolható. Viszont vannak ennél egyszerűbb módszerek, amit otthon is tudtok használni. Mapper barátaiban nemrég futott egy poszt, ugye van ez az úgynevezett bugyi teszt, vagy magyarul alsó nemüket ásnak el a gazdálkodók, és ugye ugyanezt csinálják, ez pamut alsó nemű, és visszanézik, hogy mennyi fogyott el belőle. A másik hasonló, ez már egy nemzetközi mozgalom, már ilyen citizen science-é nőtte ki magát, ez a T-bag index. Ennek az a lényege, hogy egy Lipton terméket, zöld teát és rooibos vörös tej a filtereket ásnak el, és azt mérik vissza. Aztán ami nagyon fontos, amiről jó, ha van képünk, az a humusztartalma a talajnak, ugye ezt lehet laboratóriumi talajvizsgálatokkal vizsgálni, de mi otthon az egyik, amit csinálhatunk, ez a Munzer skála féle, tehát gyakorlatilag szín alapján megpróbálni becsülni a humusztartalmat, és a másik meg hát csak szín alapján, hogy mennyire sötét barna, abból már tudunk valamilyen szinten következtetni. Aztán a tápanyagok tekintetével, például a méztartalomra, ha 20%-os ecetet csepegtettünk rá, ez az úgynevezett pezsgés próba, azzal is tudjuk becsülni, hogy minél jobban pezseg, annál jobb lesz a mézellátottsága a talajunknak, és hát amúgy Béla is említette, az indikátor növények is segítenek ebben. Aztán a szénmegkötés, ugye ez egy nagyon nagy témakör, itt most annyit szeretnék felvetíteni, hogy érdemes egy szénmérleget megpróbálni felállítani a területünkre, ami azt jelenti, hogy megnézni, hogy mennyi szenet vittünk be a területre, különböző inputokkal, trágyázással, illetve megpróbálni becsülni a felszín feletti biomasszát, nem csak a termést, hanem hogy mennyi a növényi maradvány, és a másik oldalt meg megnézni, hogy mennyi a területről a szénveszteség, akár a termés formájában, amit elhordunk a területről, vagy a lehordott biomasszáról, plusz a szénfluxus, ami azt nevez, tehát hogy a talajlégzésből eredő szénveszteség, meg a növények általi szénveszteség a légzésből adódóan, de ezt nagyon nehéz mérni, csak még laboratóriumi körülmények között is. Úgyhogy erre viszont vannak jó referencia adatok, amiket lehet használni. És az utolsó dolog az a tömörödöttség. Itt most ugye mi ilyen digitális penetrométert használunk, ami egyből mutatja az ellenállást, és a víztartalmat is tudjuk, a talajnedvességet is mérni vele ilyen szondával. De igazából itt az a lényeg, a legfontosabb, hogy tudjuk detektálni a tömörödött rétegeket a talajunkban, az úgynevezett eketa betegséget. Erre viszont otthoni körülmények között egy hegyes vaspálca is alkalmas, ahogy a képen látható. Ezzel is, hogyha egyenletes nyomással nyomjuk le, akkor érezni fogjuk, hogy hol vannak a nagyobb akadások, és ebből tudunk következtetni arra, hogy hát ez a növényeinknek se lesz jó. Na, de még egyszer visszakanyarodva ökoszisztéma szolgáltatásokhoz, hogy ez miért is, ezek, amiket itt felvetítettem, hogy mérni próbálunk, miért is jó. Ez az ábra, bocsánat, ez angolul van, de ez nagyon jól bemutatja azt, az adirakiék dolgozták ki, hogy ugye középen vannak ezek a különböző talajadottságok, amiket próbálunk mérni, és ezek fogják mutatni azt, hogy a talajunk a különböző talajfunkciókat milyen szinten tudják ellátni, és ebből tudunk következtetni ezekre az ökoszisztéma szolgáltatásokra, amiket említettem, amely majd kihat ugye a társadalmi jólét szintjén, ugye az emberi jólétre.
Úgyhogy így tudjuk ezt végigzongorázni, hogy méregettünk a területünkön, és aztán elérünk egészen addig, hogy akár kimutathatjuk, hogy mit tudunk a kifele is kommunikálni, hogy milyen pozitív externáliáink vannak. És végül akkor egy nagyon röviden a tavalyi mérésekről, tehát én 15 gazdaságban végzünk terepi vizsgálatokat, 5-5 mindegyik típusból, ezek itt Pest megye, Nógrád megye, kertészeti területek. Az egyik dolog, ez a májusi giliszta szám, ez négyzetméterre van vetítve, és láthatjátok, hogy itt van a három nagy csoport, és hát az az érdekes eredményben, hogy például az egyik konvencionális területen volt a legnagyobb számban, az átlagos számban a giliszta, tehát ez 6 mintának az átlagából van, 6 helyen néztük meg a területen, és viszont ugye átlagosan, ha megnézzük, a permakultúrások között vannak a legmagasabb számok, de hogy mindegyik csoportban volt egy-egy, ahol viszont nagyon kevés. Nyilván ez függ a talajműveléstől, függ nagyon a talajféleségtől, tehát homokos talajban jóval kevesebb a giliszta, de azért ez egy ilyen visszajelzés. Aztán itt van a nedvesség tartalma, amely ezt ősszel a tömörödöttség vizsgálattal együtt vizsgáltuk. Itt az látható, hogy itt a 20 körül volt, a 20% körül a legjobb területeken. Hát ez az optimális tartomány a növények számára, ez a 15-20% között ez kedvező nekik. Ugye 5% alatt gyakorlatilag az annyira száraz, hogy amiről Béla is mesélt, abból már nem tud a növény fölvenni. És az utolsó dolog, ez a tömörödöttség profilok, amit ezzel a penetrométerrel végeztünk. Most hát itt az látható, hogy a konvencionális gazdaságokban, itt ez a legfelső, itt nagyon egyenletesen, viszonylag egyenletesen növekszik az ellenállás, tehát itt egy kevésbé tömörödött talajprofilok voltak, még ugye a biogazdálkodásban ott azért sokkal nagyobb volt a variancia, a permakultúrásoknál pedig volt két hely is, ahol gyakorlatilag 40 centi alá nem lehetett lenyomni a penetrométert, úgyhogy ez egy jó visszajelzés, nyilván ez is, ahogy mondtam, talajféleség és művelés és öntözés kérdése is, de ez mindenképp egy visszajelzés, hogy hát nem mindenhol mindig a legjobb az, amit gondolunk. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy volt benne hasznos info, és hogy mindenki kedvet kapott, hogy egy kicsit még más szemmel vizsgálódjon a területén, és hát akkor várom, hogyha van kérdés. Tehát alapvetően egy 3 kérdés van. Hallatszom? Hol lehet kapni kereskedelemben talajmintázó botot? Ez az egyik. Mi a módszere a talaj összetétel meghatározásának befőttes üveggel, illetve gilisztákat érdemes venni és betelepíteni a kertbe, vagy csak talajjavítással becsalogatni, ha érdemes betelepíteni, hol lehet venni? Oké, akkor igyekszem válaszolni, amire tudok. Az első kérdésre, hogy hol lehet talajmintázó botot venni, hát nehéz kérdés, egyszerűbbet lehet, hogy tudtok Magyarországon is. Amit mi használunk, ez a Pürki-féle talajmintázó bot, ezt szerintem csak külföldről szerezhető be. De hát érdemes keresni egy talajos ismerőst, és biztos akkor tud segíteni, hogy kijönni a területre és megnézni. Meg hát amit mondtam, hogy ásni egy nagyobb gödröt és megnézni a szelvényezettséget gyakorlatilag, vagy a szintezettséget. Aztán a másik kérdés volt, a befőttes üvegteszt. Nos, erről elég jó leírások vannak amúgy az interneten, de alapvetően annyi az egész, hogy vízbe, tehát hogy a talajot, amit szeretnénk vizsgálni, egy néhány maréknyit beleteszünk a befőttes üvegbe, vizet öntünk rá, jó alaposan megrázzuk, és hát egy-két napig hagyjuk, hogy álljon. És amikor ez megtörtént, akkor a rétegrend az ki fog alakulni, tehát a nehezebb szentség azok alul lesznek, és följebb a könnyebb szentség. És akkor ebből lehet abból, hogy milyen vastag az adott csík, abból a százalékos arányt megbecsülni. És az utolsó, ez a gilisztás kérdés, hát ez egy nehéz kérdés. Alapvetően mondjuk most a faj meghatározásokból azért kiderült az már csak itt az én vizsgálatomban is, hogy voltak olyan giliszták, amik egyértelműen komposztbevitellel és a trágyabevitellel mentek, tehát hogy az nem úgymond endemikus vagy ott élő fajok voltak a területen.
És az is fontos, azt is beszéltük, hogy folyamatos szerves anyagellátás kell ahhoz, hogy ők meg tudjak maradni a területen. Tehát, hogy az átlagos szántóterületeken 3-4 faj van, ami meg tud maradni. Úgyhogy ha ennél többet szeretnénk, akkor és nyilván ez a számosságot is ugyanúgy garantálja, akkor mindezeket a módszereket, amiről korábban volt szó, érdemes használni. Jó, köszönjük. Akkor a végére meg egy gyors kérdés. A kis Judit kérdezi, hogy akkor a biogazdaság, a biogazdálkodás a nedvesség tekintetében jobb, mint a permakultúrás, ugye a számaid alapján. Igen. Itt annyi van, hogy két dolog az tavalyi eredményekkel. Az egyik az, hogy ezek szeptemberi eredmények, ami azt jelenti, hogy vagy vizsgálatok voltak, ami azt jelenti, hogy egy csomó helyen ott akkor már nem öntöztek aktívan, mert a kultúrák mentek ki szépen lassan, tehát hogy már kevésbé volt intenzív, mint májusban, de ugye a biogazdaságokban meg jellemző, amit mondott Zoli is, hogy ugye nagyon komplex vetésforgóval dolgoznak, és nagyon sok növényt, több már akár harmadvetés is van a területen, emiatt náluk még mindig intenzív öntözés volt. Úgyhogy ez a másik, hogy ennek volt függvénye még nagyon, hogy ez a talajnedvesség, ez nem az önmagában vett talajnedvesség, hanem ugye abból adódik, hogy hol mennyire volt öntözött a terület. Jó, köszönjük szépen, és akkor a következő előadó.